I am David Long, egy 28 éves leszerelt tengerészgyalogos volt a lövöldöző, aki 12 embert ölt meg egy kaliforniai bárban, helyi idő szerint szerda este, közölte az amerikai rendőrség. Az afganisztáni veterán bement egy szórakozó helyre a Los Angeles-től 65 kilométerre található Thousand Oaks-ban, és szó nélkül tüzet nyitott egy félautomata fegyverrel, majd magával is végzett. Az elkövető nem volt ismeretlen a rendőrség számára, de nem gondolták, hogy komoly veszélyt jelent. Az évek során több ízben is volt dolgunk Mr. Longgal, mondta a Ventura megyei sheriff. Kisebb ügyekben például volt egy autós koccanása. 2015-ben összeverték egy helyi bárban. Idén áprilisban rendbontás miatt kihívtak minket a házukhoz. A járőr kiment, beszélt vele. Valamelyest dühös volt, irracionálisan viselkedett. A Borderline Bar and Grill népszerű hely Thousand Oaks-ban, ahol a lövöldözés idején 150-200 ember tartózkodott. A sheriff szerint olyan sokan voltak, hogy kész csoda, hogy nem volt több áldozat. Donald Trump Twitter üzenetben méltatta a rendőrség gyorsaságát és bátorságát, külön megemlítve azt a sheriff helyettest, aki szintén életét vesztette a támadásban. Ron Hellas, a sheriff hivatal őrmestere volt, 29 éve szolgált, egy éve lett volna még a nyugdíjig. Ő lépett először a bárba, golyót kapott és a kórházban meghalt. A Fehér Házban az áldozatok tiszteletére félárbocra engedték az Egyesült Államok lobogóját. A támadás miatt vélhetően újra fellángol a fegyvertartásról szóló vita.